himnusz hangjaival kezdődött a november 7-i megemlékezés Erkel Ferenc gyulai szülőházánál. A zeneszerző Erkel Ferenc 1810-ben ezen a napon látta meg a napvilágot. A legendás karmester és zongoraművész többek között igazgatója volt a Zeneakadémiának, és megszervezte a Filharmóniai Társaságot. Erkel Ferenc a magyar nemzet legnagyobb alakjai közé sorolható. Kónya István alpolgármester kiemelte, a gyulai embereknek büszkének kell lenniük a híres zeneszerzőre. Erkel Ferenc nem csak a himnusz zenéje és a nemzeti opera megteremtése miatt lehet fontos a gyulaiak és minden magyar számára, hanem nevéhez fűződik a budapesti koncertélet megszervezése, a vidéki énekkarok, dalárdák összefogása. Kossuth Lajos után első díszpolgára volt a városnak, ezt a címet még életében megkapta. A színház a nyári szünetekben mindig hazajárt, és igazándiból itt volt ideje arra, hogy a Pesten lejegyzett operáit, opera részleteit egészé formálja, itt öntötte végső formába. Nem véletlenül van a fürdőben a bánkbánfa, de nem csak a bánkbán esetében volt ez itt, hanem a többi opera esetében is. Az esemény végén a megjelentek elhelyezték koszorúikat. Ezután pedig a szózat hangjai csendültek fel az Erkel által komponált dallamokra. Szerda késő délután az Erkel szobornál folytatódott a megemlékezés. Itt az aradi és a gyulai önkormányzatok, valamint az Erkel társaság képviselői helyezték el koszorúikat. Ha mi gyulaiak mélyen a lelkünkbe nézünk, és Erkel Ferenc megjelenik előttünk, akkor azt gondolom, hogy azt az erkeli hagyományt, amit ő megteremtett, amelyet igyekszik a város nem csak az Erkel emlékházon keresztül megőrizni, ápolni és továbbvinni, hanem az ifjúság nevelés területén is, akkor azt gondolom, mindenkinek megvan a maga feladata, hogy a jövőben és a jövő generáció számára is ugyanaz jelentse Erkel Ferenc, mint a mai gyulaiak számára. Ha egyetlen egy szóba lehetne sűríteni, hogy mit is jelent számunkra akkor a magyarság, ez a legszebb és legjobb kifejezés. A november 7-i programsorozat 6 órától a Vigadóban folytatódott. Görgényi Ernő polgármester köszöntő beszédében kiemelte, a tehetséges diákok támogatása ma is elsőrendű cél a városban. Ideje újjáélesztenünk a művészetoktatás területén is a tehetséggondozást. Ennek megfelelően a novemberi testületi ülésre beterjesztem az Erkel Ferenc művészeti ösztöndíj megalapítására vonatkozó határozati javaslatot. Ezzel Erkel szülővárosában újból kiemelt támogatást biztosíthatunk a fiatal művész tehetségeknek, ám ezúttal nem csak a zene, hanem valamennyi művészeti ágban. Az oratórikus hangversenyen fellépett a gyulai Erkel Ferenc vegyes kar, a békéscsabai Bartók Béla kórus és a békés megyei szimfonikus zenekar, valamint Nörler Szabina és Hein Mercedes.